Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit. Bő fél óra múlva kezdődik a DAC Dinamo Minsk Euroliga második forduló odavágója. És hát a szakkommentátort, az STV2 szakkommentátorát, Borbély Lacit köszöntöm. Ugye, Lacikám, az eddigi két euroligás meccsünkön csak Bajó lőtt gólt. Szerinted az intuíció eredménye ez, vagy a kreativitásé? Ez egy nagyon jó kombináció egyiknek és a másiknak is. Én szerintem ez ki volt húzva, ez a játékos, és nagyon jó helyen volt kihúzva, és én látok fantáziát benne. Majd a Tbilisi meccsén, ha láttam azt a felugrást neki, azt a minimálisan 70 centis felugrást, ez egy jó dinamikus komponens a mozgásba, és még van a képzettsége ahhoz, hogy tudjon effektív lenni a boxba. Igen, akkor van hozzá érzéke, hogy a labda trajektóriáját kiszámítsa? Ez egyik dolog. Másik dolog, hogy kell egy kicsit türelmesnek is lenni, majd ahogy figyeltem, egy kicsit sok helyzet kell neki, hogy effektív legyen. De ma egyik plusz, hogy belet kerül a helyzetbe, de most azon kell dolgozni, hogy effektívabb legyen a ilyen szituációk kihasználásában. Egy érdekes nevű edzőt sikerült leigazolnunk, nem éppen német neve van, én próbáltam leellemezni, de segítsé nekem, mondtam Péternek, hogy a hib az mozgás, szláv nyelven, hibagy, pohib, move, a balla az meg a labda, tehát labda, mozgás, szerinted a névből kiindulva, na, közben beintettek a DAC játékosok is, a névből kiindulva, a labda nélküli mozgás, vagy a labdával való gyors mozgás lesz inkább? Ez körülbelül te részedről egy nagy konspiráció. Úgy mondom, hogy Hibala az egy nagyon jó szakember, német szakember, ismerem, azt is mondhatom, egy jó könyvem ment tőle, a passz megoldások a meccsekbe, és ez hiszem, hogy fogja tudni folytatni azt a munkát, amit szerintem nagyon jól elkezdte a Marco Rossi, és lesz eredmény kontinuálása ennek az egész ügynek. Igen, azt mondta, hogy nincs messze az ő filozófiája Rossitól. Én úgy vettem észre, láttam öt edzését, hogy ő még egy kicsit följebb akarja tolni azt a támadó pressinget, hogy még diszkomfortosabb legyen a védekező csapat védekező zónája. Jól mondtam? Igen, nagyon jól mondtad. Szerintem ez egy pozitív dolog, habár a világbajnokság azt mutatta, hogy inkább blokkvédelmőhöz tudnak menni a csapatok, nem nagyon használják a pressinget, de világbajnokság egy speciális torna volt, és ebben a tornában nem a pressing győzött, de európai szinten a pressing nélkül nem lehet mozogni, és én tudom, hogy német iskolából kiindul, és azt jelenti, hogy a pressing zóna följebb fog jönni, lehet mondani, hogy fogja használni a támadó pressinget is, és ami nagyon fontos, és én remélem, hogy ezt evel is fog foglalkozni, hogy a pressing rezisztenciát is fogja próbálni a csapatba belehozni, és akkor nagy lehetőség van, és speciálisan a szlovák ligába, hogy ilyen focival tudjon a DAC följutni egy kicsit följebb, mint múlt évben. Ha már a rezisztencia szót említetted, az ellenállást, én egy másik kifejezést használok. Ugye megkérdeztem a srácokat a meccsedet, hogy tudják, hogy mit talált fel Jedlik Ányos fizikus, mit talált fel 1865-ben. Te érsekújvári vagy, és a szímő nincs tőled messze, úgyhogy gondolom, tudod a választ, hogy mit talált fel? Nem tudom, még véletlen se. Az a név valamit mond nekem, de nem nagyon sokat. Elárulom neked, hogy a Dinamót találta föl. Ja. Most viszont a DAC-nak föl kellene találni egy olyan taktikát, vagy kitalálni, így van, egy antidinamót. Hát igen, hát reméljük, hogy sikerül jobban, mint a utolsó meccsen otthon, a Dinamo Tbilisi ellen, mert szerintem nagyobb szükség lesz, hogy jobb eredménnyel induljon a Minskbe, majd Minskbe szerintem nehezebb lesz a szituáció második meccsbe, mint a Tbilisibe volt, és ahhoz ebből, ha kiindulunk, akkor szerintem most kellene egy jó eredmény, olyan két góllal pluszba, ilyen 2-0, 3-1. Igen, viszont ha megnézzük a statisztikáját a Dinamo Minsknek, akkor 20 gólt lőtt 14 meccsen, ami nem sok, de viszont csak 7-et kapott. Ez azt jelenti, hogy a meccsek többségét 1-0-ra nyeri, tehát 2 gólt lőni neki, az szinte lehetetlen. Igaz, hogy a Fehér Orosz bajnokság ki tudja, milyen színvonalú. Akkor is én remélem, hogy a csapatnak ezen a meccsen sikerül olyan eredményt elérni,
hogy legközelebb olyan 3 hét múlva tudjuk itt kommentálni a Szentpeterburgi meccset. Igen, akkor a Zenithez, a csúcsponthoz a totális anti-dinamo vezet, így van? Körülbelül így mondani, lehet mondani. Köszönöm, Laci, és jó munkát! Oké, szevasztok, szia!